Oltás. Újabb adag Pfizer vakcina érkezett a Kaposvári Kórházba. Környezettudatosság. Másodszor kapta meg a zöld óvoda címet a Nagybajomi Intézmény. Balaton Sound. Nem lát esélyt a megszervezésre a zamárdi polgármester. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 2853 új koronavírusos fertőzést regisztráltak. Január 8-a óta ez a legmagasabb napi adat. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg. Január 19-e után először lépte át a 100-at a napi halálozási szám. Több mint 4000 beteget ápolnak kórházban, 332-en vannak lélegeztetőgépen. Somogy megyében 11686 esetről tudnak. Eddig majdnem 366 ezeren kaptak oltást, és közel 142 ezeren már a második vakcinázáson is túl vannak. Közben a Pécsi Egyetem bejelentette, a Virológiai Nemzeti Laboratórium is részt vesz egy új COVID-19 ellenes terápiás gyógyszer nemzetközi fejlesztésében. Újabb adag Pfizer vakcina érkezett a Somogy megyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az 1755 főnek elegendő oltóanyaggal tovább folytatódik a betegek vakcinázása a héten, méghozzá az idős otthonokban. Pfizer-BioNTech gyártmányú vakcina érkezett a kórházba, immár többedik alkalommal, és ennek több célú felhasználása is lesz. Most láthattuk az előbb, hogy visszaértek a mobil oltócsoport tagjai a helyszínre, tehát ők a szociális otthonokban végzik most a második körös oltásokat, és ez még folytatódni is fog egészen a hétvégéig. Illetve mondhatom azt, hogy befejeztük az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók oltását, de nyilván itt még egy pár ember még nem kaphatta meg az oltást különböző okok miatt, betegség miatt, egyéb más hiányzás miatt, és az ő oltásuk, elsőkörös oltásuk is folytatódni fog a héten. Illetve várjuk még az idősebb korosztály, háziorvosok által beküldött idősebb korosztály tagjait, akik szintén majd most fogják nálunk megkapni ebből az oltóanyagból az első oltásukat. 3 tálcányi mennyiség érkezett, 3x195 ampulla, az 1170 beteg beoltására alkalmas 2 alkalommal. Ugye 21 napot kell várni a 2 oltás között, tehát már a másik hónapra fog átcsúszni a második oltás. A gyógyszertárban egy mínusz 70 fokos hűtőbe kerül betárolásra, és itt tartjuk egészen a felhasználásig. Ekkor kerül ki tulajdonképpen az oltópontokra, és így nagyon figyelünk arra, hogy mindig csak annyi mennyiséget használjunk fel, ami éppen arra a napra elegendő, így nem is volt még eddig a vakcina veszteségünk, tehát minden vakcinát fel tudtunk használni nagyon pontosan. Illetve hogyha szükség van rá, akkor tőlünk kerül továbbra a kiszállításra más kórházakba, Siófoki kórházba, Nagyatádi kórházba, akik szintén oltópontokat működtetnek, illetve mobil oltócsoportokkal mennek ők is szociális otthonok oltására, akkor nekik is mi szállítjuk ki, így itt tároljuk a vakcinát, és innen szállítjuk tovább az ő részükre. Elindult a nemzeti konzultáció, 7 kérdésre lehet válaszolni a többi között a védettségi igazolvánnyal, az éttermek és szállodák újraindításával és az este 8 óra utáni kijárási tilalommal kapcsolatban. A kérdőívet a vakcinainfo.gov.hu oldalon kell kitölteni. Ehhez regisztrálni kell, a résztvevők megerősítő e-mailt kapnak. Továbbra is ugyanitt lehet jelentkezni a koronavírus elleni oltásra is. Elindult az újraindításról szóló konzultáció. Ez a konzultáció interneten zajlik. A kérdőív ugyanazon az oldalon található, amelyen az oltásra is lehet regisztrálni. A regisztráció után minden résztvevő kap egy megerősítő e-mailt a postafiókjába, ezután lehet kitölteni a kérdőívet. Összesen 7 kérdésben várjuk a véleményeket. Ezek között szerepel a védettségi igazolvánnyal, a kijárási tilalommal, valamint az éttermek és sportlétesítmények újraindításával kapcsolatos kérdés is. Akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha a járványügyi szakemberek javaslatai mellett azt is tudjuk, hogy ezek közül mit támogatnak a magyar emberek. Ha egyetértési pontok jönnek létre, akkor erősebb lesz a járvány elleni összefogás, és hamarabb térhetünk vissza a normális életünkhöz. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a konzultációban.
További tárgyalásokat ajánlott a nem megyei jogú, de 25 ezernél több lakosú települések polgármestereinek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a miniszterelnökség a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium képviselőiből álló kormánybizottság tárgyal valamennyi képviselőtestülettel. Az érintett települések a többi között teljes kompenzációt kértek a kormánytól az iparűzési adó kiesése miatt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kabinet ezzel nem vont el semmilyen pénzt, azt otthagyta a települések vállalkozóinál. Csendes, fesztiváloktól mentes idegenforgalmi szezonra készülnek Zamárdiban. Bár a Balaton Sound szervezőivel még folynak a tárgyalások, a település polgármestere nem lát reális esélyt a több tízezer fiatalt vonzó zenei fesztivál idei megrendezésére. Sőt, a városvezetés arról is döntött, a nyáron még helyi szervezésű rendezvények sem lesznek. Zamárdi az elmúlt években a fesztiválok nyári fővárosává nőtte ki magát. Minden hétvégén volt kisebb-nagyobb rendezvény a városban. Bár az egyik legnagyobb nyári programra kötött 5 éves szerződés lejárt, és jelenleg is tartanak a tárgyalások a folytatásról, Csákovics Gyula szerint idén még biztos, hogy csendes lesz a zamárdi szabadstrand területe. Egy személyes magánvéleményem, hogy én azt borítékolom, hogy több tízezres nagyságrendű rendezvényekre nem hiszem, hogy még idén nyáron lehetőség lenne. Kimondottan egyébként pont a Sandra gondolok, ráadásul a Balaton Sand az egy olyan rendezvény, nemzetközi fesztiválnaptárban is jegyzett rendezvény, ahol elsődlegesen külföldi fellépőkre és külföldi vendégekre, fesztiválozókra is épít ez a, vagy épül maga a fesztivál. Úgyhogy annak nem sok esélyét látom. Egyelőre kérdéses még a strandfesztivál megrendezése is. A polgármester szerint az idei szezonban még a legfontosabb a biztonság. Mi még nagyon óvatosak vagyunk, tehát nem szeretnénk ezt. Én tudom, hogy az emberek vágynak erre, de ne felejtsük el azt, amikor 2019-ben meg olyan vélemények voltak, hogy nagyon sok rendezvény van, túl sok rendezvény van már Zamárdiban. Ugye itt voltak a nagy rendezvények, ráadásul Red Bull Airways helyi szervezésű és még külső szervezésű kisebb fesztiválok is. Minden hétvégén ugye volt rendezvényünk. Erre kaptuk azt a visszajelzést, hogy túl sok a rendezvény. Hát ezek most egy csendes időszak, de a csendesség mellett én hangsúlyoznám a biztonságot, tehát mi nem szeretnénk, hogy nagy tömegek verődjenek össze most, még ebben az évben biztosan nem itt Zamárdiban. Az önkormányzat az idei szezonra semmilyen rendezvényt nem szervez, sőt a rendezvényközpontot sem akarják senkinek kiadni, így az biztos, hogy 2021 nyarán is csendes szezonra számíthatnak a zamárdiba érkezők. Péntektől változik a komp menetrend, február 19-től 1 órával tovább közlekednek a járatok. Ez a menetrend március 11-ig lesz érvényben. Holnaptól Szántódról 7-től 18 óráig, Tihanyból pedig reggel 4-8-tól este 4-7-ig óránként indulnak a hajók. A kompokon is kötelező maszkot használni. A Balatoni Hajózási ZRT azt kéri az utasoktól, hogy tartsák be a 1,5 méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a járműveken is. Március 1-től nehezebb lesz jogosítványt szerezniük a motorosoknak, változik a vizsgapályák mérete és vonalvezetése. Nagyobb hangsúlyt kapnak az összetettebb vezetéstechnikai elemek, a nagyobb sebesség melletti manőverek. Szigorították az oktatók ruházatára és biztonsági felszerelésére vonatkozó szabályokat is. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. És a Vizsgaközpont munkatársai összeállítottak egy oktató videó sorozatot, ami segítheti a tanulók felkészülését. Másodszor kapta meg a Zöld Óvoda címet a Nagybajomi Mesevár óvoda és bölcsöde. Az intézmény csoportjaiban a mindennapok része a környezettudatosság. A gyerekek a többi között szelektíven gyűjtik a hulladékot és komposztálnak is. Kömüvesnek kell az ásó, szerinted? Igen. Igen? Mit ás vele a kömüves? Hát a földet. A
különböző foglalkozásokról tanulnak a gyerekek ezen a tematikus héten a nagybajomi óvodában. A többi között fodrászkodnak és orvosost is játszanak. Teszik mindezt környezettudatosan, hiszen például nem égnek feleslegesen a lámpák a csoportszobákban. Az intézmény elkötelezett a gyerekek környezettudatos nevelésében, így már másodszor kapta meg a zöld óvoda címet. Ez egy nagyon-nagyon összetett és komplex fogalom, ami tulajdonképpen talán szemléletformálást, illetve teljes komplex gyermekekkel való foglalkozást, illetve nevelést jelent, ami ebből adódóan az intézmény pedagógiai programjában teljes mértékben beépítésre került, és megjelenik a hozzánk járó gyerekek mindennapjaiban az óvoda hadcsoportjában. A környezettudatossága a mindennapok része a nagybajomi óviban. Gyűjtjük külön a kupakot, újrahasznosítunk, barkácsolunk. Külön kukában gyűjtik a papírhulladékot, és komposztálnak is az ovisok. Hogyha almát vagy olyan fajta gyümölcsöt esznek, aminek héja van, azt összegyűjtik, és az udvaron elhelyezkedő komposztálóba viszik, illetve az egész nap folyamán figyelünk arra, hogy csak akkor égjen a lámpa, amikor már a napfény olyan szinten nem süt be, hogy tudjunk tőle látni, hogy a vízcsapot annyira nyitjuk meg egy kézmosás vagy egy fogmosáshoz, ami takarékos, de pont el tudjuk látni magunkat, tehát nem pazarlunk. Minél kisebb korban érdemes a környezettudatosságra nevelést kezdeni, az óvodások pedig nagyon fogékonyak az új ismeretekre, és könnyen elsajátítják azokat, mondta a nagybajomi óvoda vezetője. Ebben az életkorban, amilyen szokások, illetve szabályok ki vannak alakítva, az eléggé végigkíséri őket a személyiségfejlődésük megalapozásaként az egész életútjukon. Ezért fontos az, hogy már ebben a kiskorban személyes példamutatással és mintaadással olyan szokásokra tanítsuk meg őket, ami hozzájárul ahhoz, hogy környezettudatosan éljenek. Az intézmény célja az is, hogy a gyerekek ezt a szemléletet otthon is megismertessék a szüleikkel. A zöld óvoda címet 3 évre nyerte el ismét a nagybajomi intézmény. A minősítést idén 208 óvoda kapta meg az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán. A magyarországi zöld óvoda hálózatban több mint 1000 intézményben nyílik lehetőség a gyerekek környezettudatos nevelésére és szemléletének megalapozására. Ezekben az óvodákban nagy hangsúlyt kap a hagyomány, valamint a kulturális és természeti értékek megismerése is. A Diamant és az MTK összecsapásával megkezdődött a női röplabda extra liga rájátszása. A két csapat néhány hete az alapszakaszban játszott emlékezetes 5-szettes mérkőzést. Szerdán a vendégek nem tudták megismételni az akkor nyújtott teljesítményüket. A kaposváriak magabiztosan játszva könnyedén nyertek és szereztek vezetést a negyed döntőben. A végeredmény első MCM Diamant Kaposvár MTK Budapest 3-0 lett. Oltás. Újabb adag Pfizer vakcina érkezett a kaposvári kórházba. Környezettudatosság. Másodszor kapta meg a zöld óvoda címet a nagybajomi intézmény. Balaton Sound. Nem lát esélyt a megszervezésre a zamárdi polgármester. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap már napközben 15 fok is lehet, mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!